Sziasztok, Fálán vagyok, és ahogy gondolom tudjátok, a World of Warships-ben elindult a nyílt beta, ami azt jelenti, hogy most már bárki játszhat a játékkal, és ráadásul most már nem lesz több törlés sem, tehát többet nem fogják eltörölni azokat a hajókat, amiket már megszereztünk, tehát mindenképp érdemes most elkezdeni játszani a játékkal, mert egy csomó tapasztalatot lehet szerezni, plusz elképesztő szórakoztató szerintem, én nagyon-nagyon élvezem. És nagyon sokan kérdezik, hogy melyik hajókkal, melyik ágon érdemes elindulni, úgyhogy most erről fogunk megnézni egy videót, tehát itt most nem lesz különösebb akció, hanem leginkább csak arról fogok beszélni, hogy melyik hajótípus, melyik ág pontosan mire való, és hogy kinek lenne érdemes vele játszania. Vessünk is egy pillantást a fejlesztési fára, hogy mégis mi az, amit elérhetünk jelenleg. Három nemzet látszik, bár igazából négynek kéne lennie, mert ugye a briteknek is van egy darab hajója, a Warspite, de a britek és az oroszok is csak prémium hajókkal szerepelnek egyelőre, majd jönnek a teljes fejlesztési fával valamikor később. És jelenleg csak a japánok, illetve az amerikaiak azok, akiket teljes egészében elérhetünk és kifejleszthetünk, és mind a kettőjük esetében négyféle hajótípus van, és ez így lesz majd összes többi nemzetnél is. Tehát vannak hordozók, vagy anyahajók, kinek hogy tetszik, vannak csatahajók, cirkálók és rombolók, és ugyanez megvan a japánoknál, tehát itt vannak a hordozók, a csatahajók, a cirkálók, illetve a rombolók. Mielőtt belemennénk abba, hogy melyik ágat, illetve melyik nemzetet javasolnám egy új játékosnak, először beszélnünk kell egy kicsit arról, hogy az egyes hajótípusok mégis milyen szerepet töltenek be a játékban, mert hogy a World of Tanks-szel ellentétben itt nagyon komoly eltérések vannak. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy cirkálóval, egy csatahajóval, vagy éppen egy rombolóval megyünk. Míg a World of Tanks-ben egy kicsit úgy összefolytak szerintem a szerepek, mint például ugye a nehéz, közepes, illetve könnyű tankok nagyjából manapság szinte ugyanazt csinálják. Itt nagyon komoly eltérések vannak szerintem, úgyhogy erről egy kicsit beszélnünk kell. Kezdjük is jobbról balra mindjárt a rombolókkal, amik hát szerintem egy nagyon-nagyon nehéz hajótípus egy kezdőjátékosnak, az egyik legnehezebb ugyanis. Irtozatos nagy játéktudást igényel, nagyon kell tudni, hogy pontosan hol vannak azok a pontok a pályán, ahol ki tudjuk használni a torpedóink erejét, ahol közel tudunk kerülni az ellenfélhez, anélkül, hogy minket szétszednének pillanatok alatt. És ez szerintem kezdetben egy nagyon-nagyon nehéz dolog, főleg, hogyha abszolút nem játszott valaki mondjuk az zárt bétában. És ezek a hajók tényleg nagyon gyorsak, nagyon mozgékonyak, ideális pozíciókba lehet velük kerülni, nagyon gyorsan lehet velük foglalni, meg lehet állítani a foglalást, tehát nagyon stratégikusan lehet őket használni. Ugyanakkor semmi páncéljuk, semmi életerejük, és a legcsekélyebb hiba is azonnali halállal végződik, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz hajóosztály, viszont a torpedóik megint csak egy teljesen külön játékstílust igényelnek. Tehát teljesen eltérnek mondjuk a csatahajóktól, illetve a cirkálóktól abban, hogy nem az ágyúikat használják, hanem elsősorban torpedókkal kell lövöldözni. Ha egy kezdő játékos mégis úgy döntene, hogy rombolókkal kezd el játszani, akkor valószínűleg a japánokkal fog jobban járni, ugyanis azok a tipikus rombolósabbak, mondjuk úgy, ha lehet ilyet mondani, ugyanis van egy komoly különbség a két ág között. Az amerikaiaknak nagyon rövid a hatótávolsága a torpedóikon, ilyen 4,5-5,5 km-re mennek el a torpedók, és a hajónkat pedig általában hamarabb észreveszik, ami azt jelenti, hogy nagyon trükkösen kell használnunk a hajónkat és a terepet, tehát általában ilyen szigetek mögül előbújva kell torpedóznunk ahhoz, hogy ne szedjenek szét, mielőtt el tudjuk őket lőni. Tehát sokkal jobban kell ismernünk a pályát, nagyobb játéktudást igényel és nehezebb. Viszont cserébe elég jó ágyúink vannak, tehát hogy közel azba keveredünk egy mondjuk japán rombolóval, akkor általában azt meg tudjuk nyerni. Cserébe a japánoknak sokkal jobb torpedói vannak, nekik nagyon gyengék az ágyúik, de a torpedóik nagyon messzire hatnak, ilyen 7-8-10 km-re is akár, és a hajót pedig nem nagyon veszik észre addig, amíg el nem lőttük a torpedókat. Tehát nagyon közelről vesznek csak bennünket észre, hogy elég rugalmasan tudunk mozogni a pályán, és elég rugalmasan tudunk torpedózni szinte bárhonnan. És ez pedig inkább olyan tipikus rombolós játék szerintem, mint az amerikaiak, akik inkább kicsit olyan cirkáló-romboló hibridek. Tehát ilyen szempontból szerintem, hogyha igazi romboló csatára vágyunk, akkor a japánok azok, amik ezt megadják nekünk. A következő hajóosztály a cirkáló lesz, és ezeket most már az amerikaiakon keresztül mutatom be. Most ez az a hajóosztály, ami a legrugalmasabb a játékban, és egy picit hasonlít a World of Tanks és közepes tankokra, mert hogy tényleg mindent olyan közepesen jól csinál, de szinte mindent jól csinál ebben a játékban gyakorlatilag. Tehát nem vagyunk annyira jól páncélozottak, és nem is lövünk olyan messzire hatalmas ágyúinkkal, mint egy csatahajó, viszont cserébe sokkal mozgékonyabbak, fordulékonyabbak vagyunk, nagyon jó a légvédelmünk, és némelyiknek, főleg a japánoknak torpedói is vannak. Na de mire is jó tulajdonképpen egy cirkáló, és hát a válasz az, hogy gyakorlatilag szinte bármire lehet használni, és ez az oka annak, amiért én ezt javasolnám szinte bármilyen kezdőjátékosnak, mert hogy ezt a hajóosztályt tudjuk a legrugalmasabban használni, és amíg nem tudjuk egyértelműen, hogy mit akarunk, addig valószínűleg ezekkel tudjuk elérni a legtöbbet. Ugyanis egy cirkáló elég mozgékony ahhoz, hogy szinte bárhol ott legyen a pályán, tehát tudunk vele foglalni, meg tudjuk állítani a foglalást, le tudjuk vadászni az ellenség rombolóit, mert hogy a tűzerőnk hatalmas, és ugyanakkor elég jó eséllyel ki tudunk fordulni a torpedók elől, hogyha nem vagyunk butusok és megyünk túl közel általában. Ugyanakkor nagyon jó a légvédelmünk, nem nagyon kell félnünk az ellenfél
bombázóitól, sőt általában elkerülnek bennünket. Ha mégis minket próbálnak megtorpedózni, akkor általában elég fordulékonyak vagyunk ahhoz, hogy leforduljuk őket és ne tudjanak eltalálni. Meg tudjuk védeni a légvédelmünkkel a saját csatahajóinkat, illetve a hordozóinkat, és ezen kívül elég nagy a tűzerőnk, főleg robbanólőszerrel mostanában, ahhoz, hogy akár egy csatahajóval is fölvegyük a versenyt, hogyha ügyesen használjuk a hajónkat, csak az Isten szerelmére nem mutassuk az oldalunkat, mert akkor egyetlen citadellával elsüllyesztenek bennünket. És hogy melyik nemzetet választanám, hogyha új játékos lennék, hát az amerikaiakat, amiket most én magam is választottam. Mind a kettő nemzettel játszottam az zárt bétában, és így elég jól meg tudom ítélni, azt hiszem, hogy melyik milyen. Azt szerintem az azonos szintű japán cirkáló mindig kisebb tűzerővel rendelkezik, mint az amerikai, és ez inkább azért van, mert a japánoknak vannak torpedói is. Ezek mondjuk nem a legjobbak olyan értelemben, hogy inkább csak hátrafele lehet velük lőni, és ez egy kicsit behatárolja azt, hogy mire lehet használni őket. Viszont aki jól tudja használni, az nagyon taktikusan tud játszani a japán cirkálóval, viszont ez nehezebb. Ezért aztán úgy gondolom, hogy egy kezdőjátékosnak az amerikaiak egyszerűbbek, hiszen ők ugye a Clevelandtől, tehát a 6-os szinttől fölfele már csak ágyukkal lövöldöznek, és azt arra könnyebb figyelni, mint ágyukra és torpedóra. Tehát ha új játékosok vagyok, akkor szerintem az amerikaiak könnyebb és hatékonyabb. És ezzel is jutottunk a csatahajókig, amiket mindenki meg akar szerezni magának, és gondolom kicsit meglepődtetek, amikor azt mondtam, hogy a cirkálókat javasolnám egy kezdőjátékosnak, és nem pedig egy csatahajót. És ez azért van így, mert hogy a csatahajók szerintem nagyon nehezen játszhatók ebben a játékban, és ezért is most sokan sírnak a fórumokon a jelenlegi állapotában a játéknak, hogy a csatahajók gyengék. Na most ez leginkább azért van, mert nagyon sok kezdőjátékos játszik velük, és azt várja, hogy ezek olyanok legyenek, mint a nehéz tankok a VOD-ban, és ezek abszolút nem olyanok. Nagyon-nagyon gyorsan meghaltok, hogyha úgy próbáltok játszani velük, mint egy nehéz tankkal. Így aztán ezért van ez a nagy sírás, de az igazság az, hogy a csatahajók nagyon is jók, csak nehéz velük játszani. Na de mi is a feladata tulajdonképpen egy csatahajónak, és igaziból kettős érdekes módon, ráadásul egymástól két nagyon eltérő feladata van. Az egyik az, hogy mi tudunk a legmesszebbre lőni a játékban, ezért aztán messziről kell bombáznunk az ellenfelet, különösen az ellenfél csatahajóit, mert azokat viszonylag könnyebb eltalálni ilyen nagyobb távolságokból, ilyen 18-20 kilométerekről. Na most ehhez nagyon jól kell tudni lőni. A csatahajókban fene jól kell tudnunk lőni, ugyanis egy sorozatot nagyjából 30 másodpercenként tudunk ellőni, és hogyha azt megtettük, akkor utána fél percig teljesen védtelenek vagyunk. Tehát annak a 30 másodpercenként előtt egy sorozatnak annak találnia kell, mert különben egyszerűen nem tudunk annyit sebezni, amennyire szükség van ahhoz, hogy megnyerjük a meccset. A második feladatunk viszont ettől meglehetősen eltérő, méghozzá az, hogy fel tudjuk szívni a sebződést, ami az ellenféltől érkezik, és ezt elsősorban szerintem közelharcba tudjuk nagyon jól csinálni, mert hogy főleg az ilyen tűzből, illetve a süllyedésből érkező sebzést, tehát a könnyebb, illetve közepes sebződést tudjuk visszagyógyítani, vagy visszajavítani gyakorlatilag. Na most ezen a ponton kell elmondani azt, hogy a csatahajók gyakorlatilag mindent nagyon-nagyon lassan csinálnak. Nagyon-nagyon lassan fordulnak, nagyon-nagyon lassan mennek, nagyon-nagyon lassan fordítják az ágyúikat, és nagyon-nagyon lassan töltenek. Na most, mivel mindent ennyire lassan csinálnak, ezért nagyon-nagyon tudatában kell lennünk annak, hogy mi folyik körülöttünk, mert hogyha egy rossz lépést teszünk, azt nagyon nehéz lesz korrigálni. Tehát, hogyha mondjuk balról várjuk az ellenfeled, de azok jobbról érkeznek meg, akkor nagyon nehezen fogjuk tudni átfordítani a tornyainkat, illetve a hajónkat, hogy várjuk őket. Tehát mindig előre tudnunk kell, hogy mit fog csinálni az ellenfél, és ez bizony nem a legegyszerűbb dolog. Ugyanakkor, hogyha csak egy kicsit is rossz irányba megyünk, túlságosan előre megyünk, mondjuk leszakadunk a társainktól, pillanatok alatt szétszednek bennünket, ugyanis közelse vagyunk azok az elpusztíthatatlan szörnyek, amilyeneknek látszanak. Robbanó lőszerrel egy-két cirkáló egy pillanat alatt leégeti az elkóborolt csatahajókat, illetve egy darab romboló, hogyha túl közel kerül, akkor egy sorozattal ki tud benneteket szedni. Tehát nagyon-nagyon jól kell tudni használni, és nem szabad hibázni, mert hogyha elhibázunk egy sorozatot, akkor 30 másodpercig utána csak ülünk és várjuk, hogy mit fognak velünk tenni. És most, hogy ennyire leúztam szegény csatahajókat, és ne hagyjátok magatokat meggyőzni, igaziban nagyon jó ágról van szó, nagyon jó hajóosztályról, csak tényleg egy kicsit nehéz velük játszani. Tehát nyugodtan kezdjétek el, akkor vajon melyiket javasolnám egy kezdőjátékosnak? Hát itt vagyok a legnagyobb bajban az igazság, mert hogy az árbétában mind a két ággal játszottam, az amcsikkal és a japánokkal, és az amcsikkal azt hiszem a 7-ig jutottam, a japánokkal pedig a 9-es szintig, és mindegyiket nagyon élveztem. És igazából nem tudok olyan egyértelmű különbséget mondani, összességében talán annyit, hogy az amcsik egy kicsit fordulékonyabbak, de rövidebb a hatótávolságuk egy darabig legalábbis, nagyjából a North Carolina-ig azt hiszem, míg a japánoknál pedig nagyobb a hatótávolságuk, de jóval kevésbé fordulékonyak, és talán egy kicsit sérülékenyebbek, úgy vettem észre. De ez nem olyan egyértelmű különbség, mint amit mondjuk a rombolóknál vagy a cirkálóknál láttunk. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy amelyik jobban tetszik, mindenki döntse el. És ezzel eljutottunk az utolsó hajóosztályig, a hordozóig, ami hát nekem a legkevésbé kedves, mert ugye én abszolút nem játszom velük, de ugyanakkor egy nagyon érdekes, teljesen más játékstílusról van szó, mint bármelyik más osztály esetében. Ugyanis aki a hordozóval játszik, az egyrészt irányítja a saját hajóját, másrészt egyfajta ilyen felülnézeti stratégiai játékban gyakorlatilag az a repülő rajait is irányítja a pályán, olyan, mintha a minimapen játszana gyakorlatilag.
A feladatuk a hordozóknak pedig kettős lehet. Egyrészt lehet arra is koncentrálni, hogy megöljük az ellenfél csatahajóit, illetve hordozóit, de elsősorban nem a cirkálókat, illetve a rombolókat, mert hogy azok egyrészt túl gyorsak és mozgékonyak ahhoz, hogy biztosan eltaláljuk őket, másrészt a cirkálóknak különben is nagyon jó a légvédelmük, ezért jobb őket elkerülni. A másik lehetőség viszont az, hogy egyszerűen meggátoljuk az ellenfél hordozóit abban, hogy azt tegyék, amit szeretnének. Ezt elsősorban vadászokkal tudjuk megtenni, tehát hogyha mi vadászóink állandóan az ő bombázóik nyakán vannak, akkor nem nagyon tudnak mit csinálni. Tehát igazából ez a két szerepe van egy hordozónak a játékban. És hogy melyik nemzetet javasolnám, hogyha egy új játékos kezdene el játszani hordozókkal, hát az igazság, hogy itt nincs meg a tapasztalatom, hogy eldöntsem. Pusztán az alapján, hogy ellenük, illetve mellettük játszottam, azt kell, hogy mondjam, hogy az amerikaiaknak, mint hogy egy kicsit erősebbek lennének a repülői, és mint hogyha a japán hordozók maguk, a hajók egy kicsit gyorsabbak lennének, tehát nehezebb őket utalérni. De ettől függetlenül sokat nem tudok róluk, tehát itt nektek kell eldöntenetek, hogy melyik tetszik jobban, az amerikaiak vagy a japánok. Hát ennyi lett volna ez a kis hajóosztály bemutató, remélem, hogy hasznosnak találtátok, és ne felejtsétek el, hogy ez mind csak az én saját véleményem, a saját tapasztalataim alapján, tehát lehet, hogy valakinek teljesen más élményei vannak, lehet, hogy én azt mondom, hogy a rombolók nehezen játszhatók, és ti mégis pont azokra éreztetek rá, és azokkal tudtok a legkönnyebben játszani. Úgyhogy hajrá, mindenkinek sok sikert kívánok, és találkozunk a tengeren!